Hát szevasztok, eljöttem ismét. Részek mikor jönnek? Szóval most készül rész, készülni fog szerintem csütörtökön is, és pénteken talán több is. És aztán jön a hétvége, a karácsony, akkor nem hiszem, hogy fogok jönni. Esetleg 27-e, vagy inkább 28-a körül még esetleg várható valami. Utána... Hát nem tudom, igazából olyan sok időm nem lesz, lehet, hogy becsúszik egy-két rész. Ma próbáljuk befejezni még idén ezt a sorozatot. És hogy mi birizgálj mostanában a... Hát, hogy mi érdekel, újra vagyok nagyon rákattanva. Hát, hogy milyen gépet érdemes venni, számítógépet, mondjuk ez a játék alá, meg a többi más játék alá, hogyha érdekel titeket a téma, akkor szívesen beszélgethetünk róla. De most ebben nem megyek bele. És akkor térjünk rá a játékra. Nézegettünk a jelentéseket, és láttam itt egy érdekes valamit, amit nem tudok hova tenni. Eljutottnak egy tejet Arétium nevezeti városba. Hol van Arétium? Itt van. Nincs itt tej, nyersanyag. Igazából ezt nem is tudom ezt hova tenni, amit most láttam. Nem egészen értem, az az igazság. Mert ugye Rómában szedek két tejet, Cumaéban egyet, és Kartágóban kapok egy tejet, amit eljuttatnak Arétiumba. Hol van ez a Kartágó? Igen, láthatjuk, van egy tejük. És itt pedig ide juttatnak el egy halat. Hogy honnan, azt nem tudom. Nem egészen értem. És itt, ha lemegyek a luxuscikkekhez, akkor azt látom, hogy a csokit az négy városba juttatják el. De ebből a tintából például több is rendelkezésre áll. Tehát ezt 8 városba kéne eljuttatni. Nem tudom, mi ez. Ha van ötletetek, írjátok meg. Nem jöttem rá egyszerűen. De visszatérünk ide, most jó is helyen is járok. Most ugye van 7 városom. Tehát egy luxus cikk 4 városnak ad amenitit. Tehát fajtánként 2 elég ahhoz, hogy ezt a mind a 7 város bejusson az amenity. Na most van, amiből több van, mint 2. Például kagylóból, vagy ebből az igaz gyöngyből 4 van, csak 2 kéne nekem. És szarvas gombából 3, tehát egyel pluszba vagyunk ebből is. Ezt meg kéne próbálni elvoltolni. És ott a city státusz. Hát boldog az emberek, és ez a kedvenc állapotom, amikor plusz 2 amenitink van, és boldogok. Hát akkor kapunk azért bónuszokat is. Mikor már extázisban vannak, az annyira nem tetszik, mert nem ad sokkal több bónuszt, mint hogyha csak simán boldogak lennének. És itt láthatjuk, hogy hol van lelassulva, ugye házhiány miatt. Nagyon be vannak is UFO a lakosok. És a többi igazából most nem is érdekes. Úgyhogy boltoljuk el felesleges luxus cikkeket. Mit adsz a kagylóért? 630, 187 arany. Ez nem kell neki. Tehát 187 arany, ezt most megegyeztük. 80 arany. Hm. 330 arany. Nem ad érte semmit, ezért se. Ez 165 arany. És ez is.
Jó, hát Montezuma kínálta legtöbbet érte. És itt jön egy vicces dolog még a történetbe, ha megnézzük a kapcsolatunkat, láthatjuk, hogy Montezuma kicsit féltékenyen figyeli, hogy luxuscikkek birtokában vagyunk, olyan luxuscikkek birtokában, ami nekem nem áll rendelkezésre. Most mi van, tételezzük fel, hogyha én üzletet kötök vele, és eladom neki a luxuscikkeket, és talán pont azt adom el, amire féltékeny szemekkel néz, akkor lehet, hogy jobban leszünk. Úgyhogy barátom, ezt a kagylót megkapod ennyiért. Mindig féltékeny. Megkapod a szarvas gombát is. Na, azért már nem kínálom sokat. Ez 247 arany, még mindig jó. És kérdezzük meg, hogy mi kell neki egyáltalán. Nem kell neki semmi. Ennyit mondtam, 247 arany. Az is jó. És aztán tintája sincsen. Ez is, ezért is annyit fizet. Viszont a tinta az kell nekem, úgyhogy azt majd esetleg később kapod meg. Ezt most még elviheted ennyiért. Ó, és vannak neki ilyen finomsága is. Mit kérsz ezért? Na. És el kell vennéd még egy kardilomat. Megvenni, jó. Pontosabban igazin jött. Jó, ez is elviheted. Fizes. Perkásokat. Na, üzlet még. Aha, nem kell, mi? És a Kína is azt hiszem jól fizetett. Úgyhogy sózzuk el neki ezt. Nem kell? Ha neked van ilyened. Biztos sor. Vagy eladjuk másnak. Százhatvanöt arany. Lehet alkudni. Ezt már szeretem. Garasoskodjunk, jó van. Ügyet. Tehát ez 180 arany. És a szemmel is adtam mindent, amit el akartam. Igen, ez itt szerintem tökéletes. És elvileg a boldogságot ez nem érintette. És most dől befele a pénz. Ja, és még egy hibát észrevettem. Hát, ha visszanézitek az előző részt, akkor itt a vallási pontom, ugye amikor kiszedem a relikviát, 40 ponttal ugrik meg. Ez teljesen érthetetlen volt számomra, mert visszanéztem. És próbáltam kideríteni, hogy ez mi az oka. Ugye itt az a Frigy láda. És hát ennek nem ennyinek kéne lennie, ennek 24-nek kéne lennie. Ugye hát vegyétek példának ezt vagy ezt. Hát ugye itt két relikvia van, tehát ezt meg kell szorozni kettővel, tehát ennek 24-48-nak kéne lennie, de nem annyi. Nem is értem, hogy miért. Hát ez valami bug lehet, amivel én nagyon jól járok most. És mit akartam még? Hát szerintem egyenlőre ennyit. Úgyhogy játszunk most már 10 percet dumálok. Hát nem tud hol festegetni. Igen, tele van a galéria portrékkal.
és helyet se tudok neki csinálni. Úgyhogy te most alszol. Kereskedő végzett. Induljon újra útnak. És ha jól látom, meg van építve az összes halász, hogy ott megszerettem volna. És amit észrevettem, hogy városonként bőven elég szerintem három farm. Csak azok a farmok azok lehetőleg egymással szomszédosak legyenek, ahogy itt is láthatjuk. Csak egymást felerősítik. Viszont az építővel van még dolog azért. Ugyanis majd ültetni kell egy csomó fát a folyópartjára, és azok marha jó termelést fognak adni. És ha domb van a folyóparton, mint ebben az esetben, és ráültetjük a fát, akkor ez nagyon erős terület lesz fűrészüzemmel ellátva. És itt is húzódik egy folyó, mint láthatjuk. Hát mondjuk sivatagra nem biztos, hogy lehet fát ültetni, mi? De ide mondjuk majd lehet. Mondjuk itt nem írja, hogy ez... Érdekes itt, ezt nem írja, hogy folyó partján lenne. Ja persze, mivel hogy ez nem folyó, hanem ez csak egy út. Ha. Jó, megtévesztett. Jó van akkor. Hát akkor jöjjünk erre felé. És akkor miket építünk? Ez a csoda most lesz kész. Ez fogni adni fog egy inspirációt valószínűleg. Parttelep. Jó, hát haladjunk szerintem. Ja, híres személyek, gyorsan megnézzük őket. Ezt elhozzuk majd. Ezt is röhögve. Hát ezt talán elhozzuk majd. Valószínűleg ezt is. Hát itt sokat kell várni, míg kihozzák, mert ezt lepasszoltuk. Addig nem vettünk újat, míg el nem hozzák, az pedig talán nem is kerül rá sor. Mert véget ér a játék még előtte. Az író miénk, ez nagyon jó, mert ugye van helye ezeknek az írásoknak a galériában. A festőművész, hát erről valószínűleg le fogok csúszni. Sőt, biztos. Csak nem rántom be. Jó drágán. És ez a miénk lesz. Jó. Itt pedig arról volt szó, hogy nem tudjuk megművelni ezt a földet. Nincs benne a hatókörzet, hogy ezt kitermeljük. És hogy mennyit ez a... Ugye learatjuk a gabonát, ez a terület bónusz elvész. És azt szerintem a lakossággal arányosan kapjuk a kaját. És ez a kaja, ez elég lesz arra, általában mindig elég, hogy egy lakosunk legalább legyen a városban. Úgyhogy lehet, hogy ez 17-re kapcsol. Így is történt a dolog. It is a beautiful and important monument and an international intercultural. Unless and until it can be shared by both religions in harmony, which would be a grand idea, it should remain a secular building, honoring both religions who have made it beautiful. Ezért kíváncsi lennék, hogyha valami modernebb csodát építünk, mondjuk az Eiffel-tornyot, akkor lesz itt bulldozere az építkezés során. Esetleg ilyen emelőt szerkezetek. Mert itt most láttam, itt valami középkori emelő szerkezet volt. Igen, és ugye megadtuk az inspirációt, az a lakónegyed. És így meg is lett ez búztóba ezáltal. És ezt már nagyon várom. És kibékült Montezuma a spártaiakkal.
kéne nekem építenem a katonai akadémiát, mert én leírtam a puskát magamnak. És kéne építenünk ugye három akadémiát, az nagyon sok, nincs annyi katonai negyed. Kéne egy ilyen kutatólabort is csinálni, ez menni fog. És itt a reptér, na. Ezt valószínű beleszámít ebbe a limitbe, hogy hány városnegyedet építünk. És a patch során jött egy olyan újítás, hogy nem ez a reptér, hanem majd az űrakét a kilívő állomás, az már nem fog beleszámítani ebbe a limitbe. Hát ezt is igazán berakhatnák, mert ez nem termel igazából híres személypontokat. Úgyhogy ez is ilyen félértékű városnegyed, úgymond. Viszont erre tudunk építeni épületeket, amitől jó lesz a termelés a területnek, míg az űrhajó kilévő állomásra nem tudunk semmit. És ez se ad híres szemét. Ez is olyan egy szinten van ezzel. És ebből az erőműből is építenünk kell kettőt. Ó, igen. És ez nagyon kéne, csak nem ebben a városban. Mert itt már teljesen be vagyunk itt dezsúfolva. Kereskedni most annyira nem. Ami még izgatja a fantáziámat, az ő, hogy csináljunk három olyan hadtestet, ami ugye két egység összevonásából áll. És nézegettem, hogy mit lehetne kihozni. Hát a lovag az elég hamar elkészülne. Úgyhogy esetleg abból kéne összehozni három ilyen hadtestet. Úgyhogy megkezdem a lovagoknak a kiképzését. És reptér is fog kelleni majd. Mert kell csinálnunk három ilyen dupla fedeles repülőgépet. De viszont ezt szeretném építeni. Ezt. Mert ide két festményt kiállíthatok. De le vannak korlátozva a lehetőségeim. El kell dönteni, melyik földemet áldozom fel. Ott van, 48. Pedig ebben a városban kell megépítenem, mert ez termel csak valamennyire. Jó lett volna előtte kivágni a fát, de sajnos nem érünk rá, ilyenek kell foglalkozni. És ide is kéne egy szomszédos negyed, mert kevés a lakos. Lakosnak a ház. Kaját pedig szépen termel. Jó, hát hozzuk össze azt. Ez itt például 6-ot ad, ez teljesen jó. Mehet vissza Rómába. És ezt is kitermeljük innen.
Nem foglalkoztam a vallási egységekkel. Elfelejtettem őket itt a nagy tervezésben. És el is akartam indítani a misszionárusokat erre a kontinensre. Elképzelhető, hogy lesznek még itt városállamok. Na most viszont ezzel kezdjük a kört. Most félő, hogy leszedi a katolikust ez a fószer innen. Nem is értem. Már megint nem értem, mi folyik itt. Ez az én vallásom területe. Rómák, én őjem. Ez le fogja szedni. Hozzuk a kemény fiút. Apostolt nekik. És megint itt vannak a barbárok. Ki fogják nyílni a kereskedőmet. Van egy ötletem. Hozom a másik hajót is, nem ám itt kalózhajókat gyárt nekem. Ezt kicsit kell cserélni. Most ez Eurékát várok. Az fontos lenne. Nemzeti park, hát az... Hát... Hát az sem mostanában lesz. Két kör múlva tudok elkezdeni a nemzeti parkot. Hát belvár, most nem tudok már csinálni. Megjött a zeneszerző. És még nem tudok hova zenét alkotni. Hát épül már az, annak megfelelő csoda. Itt épül, hogy ide jövök. Mondjuk lehet, hogy ebben nem is tudok raktározni ilyesmit. Majd elválik.
kész van az orákül. Nem, a Hágia Szófia, és abba se tudok raktározni. Jó. Ebben az amfiteátrumban tudok. Csak meg kell keresni azt az épületet a térképen. Á, itt bújik el. Te odamész. És ha itt vagyunk, körülnézek, vannak-e még való barbárok? Hát szerintem nincsenek. Jó. Majdnem lenyomtam teljesen. Majdnem. És most elkezdett talpra állni a vallása. Igen, és ez a saját földje. Ő itt most erős. És ezzel nem tehetek semmit. Úgyhogy még itt kell megfognom őket. Viszont ezzel van esélyem fővenni ellen a harcot. Hoppá! Szent negyed. Ja, ez az ő városa. Akkor nem érdekes. Viszont itt nem vehet protestáns egységeket, csak katolikust. Azzal pedig nem tud nekem ártani. Max az én vallásomat tudja vele terjeszteni, ami nekem jó. Itt láttam előbb mindenféle vallási egységet. Hát hova tűntek azok? Na mindegy, kijövök ide, eléjük fogad... gyógyuljanak inkább, gyógyuljanak egyenlőre. És az apostolok ugye elkészültek. Hát ebből ilyet csinálunk. Az jó vacak. Ez is ilyen vacak. Hát én nem látok itt hajót. És itt a domb kitakarja, elvileg. És nem takarja ki, jó. Ezeket a szarvasokat is ki kéne innen szedni, mert nem tudjuk megművelni azt a földet. Ugye 1, 2, 3. És ez termést fog adni. Rakás termelést. Micsoda! Azt mondja a lovagra, hogy
barbárok észrevették a településedet, vagy a városodat. Hát ez röhely. Na, és ugye azt mondtam, hogy átmegyek a másik kontinensre. Nem szarozok. Hiszem, hogy nincs is vallási negyed. Rómába sincs, itt még. Itt is van. És erre is hajózhatok. Igazából én döntöm el, merre szeretnék majd elindulni. Na, írjuk meg a... Villains. Meg kell. Itt megy az út. Itt a folyó, tehát ezt majd beültetjük fával. Mocorognak már. Mennyi inkvizítor, te jó ég. Na, jöhet a delegáció. Miért protestáns? Hát itt katolikus könyörgök. Furcsa dolgok történnek itt, nem egészen értem. Nem is szabadna vennie tudni a protestáns egységet. Ez hülyeség. Csak egy új lap. Ja. Kell. Ja, ez így marad. És át is léptünk a modern érába, kulturálisan. És itt már nem, hogy... Itt már olyan nagyobb alakulatokat létrehozhatunk. Ezzel a mozgósítással. Már nem két egységet vonunk össze, hanem hármat. Úgyhogy ezt meg is fogjuk csinálni sokára, ezt a boostot. Rádiót is nem sokára kikutatjuk szerintem. Jó, hát össze fog az jönni a lépés. Valamennyire jó legyen. Jöhet a lovag. Hol vagy lovag?
Na és itt azt mondjuk, hogy a két szomszédos egységet összevonjuk. Ezt ehhez hozzácsapjuk. És itt látható is, hogy két csillagos lett. Tehát ez korpsz lett. És még csinálunk-e pár ilyen korpszot.